December 11-én a MÜPA felkérésére Budapestről a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből jelentkezett online a Pannon Filharmonikusok. A pécsi zenekar Emlékül című koncertjét különleges alkalomból állították össze. Ez azért nevezetes, az volt a koncertünk címe, hogy Emlékül, ami egy kicsit furcsa és nem is kötődött a koncertnek a tartalmához, de azért volt ennek a koncertnek az a címe, mert 1811. december 9-én alapította Likő György ezt az együttest, tehát most már 209 éve, majdnem 210 éve, és ehhez a december 9-éhez kötődően minden évben adunk egy koncertet, ennek a közelében, illetve ezen a napon szoktunk átadni Likő György emlékére alapított díjunkat, aminek az a szellemisége, hogy azoknak a kollégáknak adjuk, muzsikus kollégának, menedzsment kollégának, illetve egy civil partnernek, akik a megelőző évben vagy a megelőző időszakban különösen jeleskedtek abban, hogy együttműködjenek a Pannon Filharmonikusoknak a céljaival, és segítsék a Pannon Filharmonikusokat abban, hogy ezeket a célokat elérje. Ez kicsit így furcsán hangzik, ez gyakorlatilag az díjaz azt az emberi hozzáállást, ahogy különbözőképpen dolgozunk, és ez művészként, muzsikusként is tudjuk különbözőképpen tenni, menedzsment tagként is tudjuk különbözőképpen tenni, és partnerként is. És ebben az évben Kis Szabolcs Harson, a művészünk, kapta ezt a díjat. Őról a közönségünk azt tudhatja elsősorban, hogy ő a Csigaház sorozatunknak, az Ovisoknak szóló sorozatunknak egyrészt a kreatív kitalálója, tehát a teljes tartalmát neki köszönhetjük ennek a sorozatnak. Ő a műsorvezetője, ő Csigabá, egy ilyen ide, hát a sorozatban ez a neve. Egyébként ő Harson, a művész, és ami neki a színes személyiségéhez hozzátartozik, és találkozhatott már a közönség vele énekesként is. Tehát ő énekel, akár csak a Pannon Big Bandnek a keretén belül lépett fel Pannon Filharmonikusok felkérésére a Kodály Központban. Tehát ő egy nagyon sokszínű személyiség, és a legújabb ötlete az a zenekarnak ezekben a napokban futó adventi estéinek az ötlete, tehát az, hogy mind a gyakorlatilag advent első napjától szentestéig minden este 8 órakor a YouTube csatornánkon egy rövid kis adventi meglepetéssel nyitunk ki egy-egy kis ablakot az adventi kalendáriumon, és ezt is Kis Szabolcs kezdeményezésére csinálta meg a zenekar. Úgyhogy ő mindenképpen egy olyan személyiség, aki nem csak azt a feladatot látja el a zenekarban, amire a szerződése szól, hanem szívvel, lélekkel dolgozik. Menedzsment tagunk Tátrai Blanka kapta a Likő díjat, ő értékesítési menedzserünk, és ő az elmúlt évtizedben is végig a zenekar mellett állt. Egyébként a Kodály Központban ő a hostess csapatnak a vezetője is, és ezért minden hangversenyünkön itt volt, és ő az, akinek köszönhetjük azt, hogy a közönségünk biztonságban érezheti magát mindig, minden információt megkapnak, mindig tudják, hogy mi fog történni, és hogy kire számíthatnak. És az elmúlt egy évben pedig a koronavírusnak köszönhetően az ő munkája, például az ő munkakörében extrém módon megemelkedett a munka mennyisége, mert elmaradtak ugyan a koncertek, de ez nem azt jelenti, hogy az értékesítés területén csökkenhetne a feladat mennyisége, hanem exponenciálisan megnőtt, akár csak a pótkoncertek, az elmaradások, a streamelésnek a bevezetése mentén nagyon-nagyon-nagyon sok feladat állt elő, és Blanka az a kollégánk, akivel a közönség közvetlenül kapcsolatba léphet. Mobil számát ismerik, tehát ő tényleg ő a Tátrai Blanka, akinek lehet írni, és akit fel lehet hívni, és ő nagyon derekosan helytállt ebben az évben, hogy a közönségünk továbbra is ugyanúgy számíthatott rá, és számíthat most is, mint már 10 éve. A civil partnereknek kiosztott Likő díjaink az idén
nem is egy partnernek adtuk, hanem azoknak a kollégáknak, akik a 10 évvel ezelőtt megnyitott Kodály központban azért felelnek, hogy a pannonfélharmonikusok hangversenyei a lehető legtökéletesebb rendben zajlódjanak le. Ezért a színpadmesternek, főszcenikusnak, Regényi Gábornak adtuk az egyik díjat, Baranyai Zoltánnak, a hangmérnökök csapatának a vezetőjének, illetve Láng Istvánnak, aki a fénytár vezetője. Ők hárman felelnek azért, hogy amikor a pannonfélharmonikusok megérkezik a színpadra, akkor a színpadon is tökéletes helyük legyen, nagyon szép fényben látszódjanak, és azok a hangfelvételek, stúdiófelvételek, amik a koncerten készülnek, azok tökéletesen visszaadják azt a koncertélményt, amiben az ott lévő nézők részesülnek. Hamarosan egy különleges filmet tesz közzé a zenekar, de a hagyományos karácsonyi koncertjükre is készülnek, idén a koronavírus miatt más formában. A december 21-én lesz a hagyományos karácsonyi ünnepi hangversenyünk, amit a Pécsi Bazilikában szoktunk adni. Ez a koncertünk most ugyancsak a Kodály Központból lesz streamelve. Ezt az Interticketten lehet majd elérni, és egy klasszikus oratórikus koncertre lehet számítani. Az a címe, hogy Pax in Sera, mert áldott békességet szeretnénk adni a közönségünknek a karácsony idejére, és a karácsonyt követően így a pannonfélharmonikusok is egy kicsit elcsendesül. Itt az advent idején és az ünnep környéken nagyon, nagyon sokat muzsikáltunk, és nagyon sokat szeretnénk adni a közönségünknek, utána pedig szeretnénk egy kicsit élvezni a csendet. A zenekar mi hamarabb várja vissza közönségét a Kodály Központba és más koncerthelyszínekre, amint a koronavírus miatt bevezetett szabályok ezt lehetővé teszik.